Köszönöm, szeretettel köszöntök én is mindenkit, szép jó estét mindenkinek. Tehát én Bilibo Kárpád vagyok, és szeretettel köszöntök mindenkit. És akkor én fogom ennek a ma esti prezentációnak az első részét tartani, ami a termékekről fog szólni. És egy kicsit már az én saját tapasztalataimat is szeretném megosztani ezzel. Még annyit rólam, hogy én körülbelül 20 éve foglalkozom az egészségügyel, vagyis dolgozom is az egészségügyben. Norvégiában éltem 17 évet, ott végeztem különféle képzéseket, és utóbbi időben a gerinckezelésekre fókuszáltam. De ugyancsak Norvégiában találkoztam a hálózati rendszerrel, tehát ott ismerkedtem meg ezzel a most már számomra életforma, egy csodálatos iparág, egy csodálatos üzleti lehetőségek. És én annyira megszerettem ezt a szakmát, hogy én elhatároztam, hogy amíg élek, addig folytatni is fogom, tehát fogok tevékenykedni ebben a szakmában, és hát ennek már ides tova 13 éve. Úgyhogy ebben a szakmában is sokat tanultam az egészségről is, vagy az egészség megőrzésről, megelőzésekről, de ugyanakkor a csapatépítés, marketing, főleg az utóbbi időben online marketing. Na szóval, hát ezeket a régi tapasztalatokat szeretnék most itt a Tiborral együtt, meg a többi csapattársal együtt itt hasznosítani az AXA Global cég partnerségével, hogy így mondjam. Én 13 évig voltam egy cégnek a partnere a párommal együtt, és hát nagyon szép sikereket értünk el, de sajnos ez a cég 3 éve megszűnt. Viszont én akkor már elhatároztam, hogy ha bármilyen egészség megőrzéssel kapcsolatos készítményt fogyasztani, vagy a család fog fogyasztani, az nagy részt hálózati marketinges üzletekből fogom megvásárolni, még akkor is, ha nem foglalkozunk vele. Szóval megszűnt ez a cég, amelyet nagyon szerettünk, egy nagyon nagy cég volt, több mint 40 évig működött, még működik is igazából, de Magyarországon meg minden olyan országban megszűnt, ahol nekünk érdekeltségeink voltak, és hát egyik napról a másikra maradtunk termék nélkül és jövedelem nélkül is, ami nem volt kellemes, és ez ugye 3 éve történt. Azóta keresem én azt a termékes céget, amelyel megint csak vissza tud jönni az az érzés, ami az előzőnél volt. Beregisztráltam néhány termékes cégbe, próbálgattam termékeket, vannak nagyon jó termékek, és de úgy üzletileg igazából egyik céggel se tudtam ez idáig azonosulni, és hát ez most így az AXA az, amely úgy termék szempontból, mint üzlet szempontból tudok vele azonosulni, tudom képviselni, fel tudom vállalni, és szeretném is akkor minél több emberhez eljuttatni ezt a jó hírt. A Tibornak köszönhetem igazából, aki ugye az előbb bemutatott, hogy egyáltalán itt vagyok, hisz ismerősek voltunk a Facebookról, meg még korábbról is, és ő hívott fel, meg hívott meg egy találkozóra, és akkor a Ádám Tomival együtt mutatták meg nekem az AXA-t, és hát ugye elsősorban én, mivel természetgyógyász is vagyok, én a termékfókuszra mentem rá, hogy na nézzük meg, milyen a terméke, mielőtt bármit is tennénk. És akkor így a prezentáció közben majd el is fogom mondani a saját tapasztalataimat, most már körülbelül másfél hónapja, vagy majdnem 2 hónapja, hogy használom ezt a terméket, és hát mondhatni, nagyon-nagyon jó eredménnyel, jó tapasztalatokkal használjuk most már az egész család. És hát ugye ezek a tényezők, amiket itt látnak, hogy ezek valóban tények, hogy itt egy szabadalmakkal védett termékekről, innovációról van szó. Valóban nagyon-nagyon egyedi összetételű, mármint a termék, tényleg egyedi a maga nemében. Hát ugye kizárólagos forgalmazás, ugye hálózati rendszerben,
bárki lehet tag ingyenesen, de azt majd a Tibor elmondja a második felében, és állandóan ellenőrzett, és egyre jobb és jobb minőség, stabil, kiszámítható tulajdonosi háttér a végén, visszatérek egy kicsit én is a tulajdonosokra, mert ott is van egy kapocs, ami még tett nekem egy löketet, hogy emellett a cég mellett érdemes letenni a voksot, és a kifizetési terv az se utolsó sorban, meg hát a tapasztalatok, referenciák, ezek mind nagyon fontosak számomra, és hát aki még nem hallott az AXA-ról, érdemes ezeket a tényeket szem előtt tartani, úgyhogy ezek valós tények, és maga a momentum, hogy ez most indul, ez megint csak egy olyan dolog, hogy amikor én elkezdtem, vagy elkezdtük a 13 évvel itt a hálózati marketinges szakmában a tevékenységünket, hát akkor is egy nagyon-nagyon jó momentumban indultunk, és én azt látom, meg azt érzem, hogy ez a momentum megint visszatért az életünkbe. Úgyhogy itt tényleg, hát vannak jó momentumok, de lehet, hogy az sokaknak az életében egyszer van egy igazán jó momentum. Nekem, hála Istennek, most úgy érzem, másodszor is megadatott egy ilyen momentum, úgyhogy hát tudnék még erről beszélni, de menjünk tovább akkor, és nézzük meg, hogy miről is van itt igazából szó. Hát előjáróban ugye annyit elárulhatok, hogy itt a terméknek, az termékeknek, vagy terméknek még egyelőre egy termék van, de lesz több is, de a terméknek az ereje a magvakban van. Csak hát ugye a magvakkal van egy nehézség, hát az, hogyha a magvakat az ember, bármilyen gyümölcsnek a magvait, a legtöbb magvat, főleg ugye az apró magvakat, ha elfogyasztja, az gyakorlatilag átmegy az emésztő rendszeren úgy, hogy abból majdnem semmi tápanyagot nem tudunk értékesíteni. Tehát valahogyan túl kellett járni a magvak eszén, mint ahogy ez a mókus is, ugye? Nem tudom, ha valaki látta ezt a rajzfilmet, ez a jégkorszak, nagyon-nagyon bírtam ezt a rajzfilmet. Ez a szegény mókus ugye egész film alatt itt a maggal küszködik, hogy valahogy feltörje azt a magot. Na hát sikerült itt négy tudósnak túljárni a magvak eszén, úgymond, és több éves kutató munka eredményeképpen olyan eljárást fejlesztettek ki, amit ugye le is szabadalmaztak, tehát itt látható még a szabadalom száma is. Tehát ők több növénynek, több gyümölcsnek a magvaiból, és még egyedi más dolgokat is hozzáadva állították össze, vagyis hozták létre gyakorlatilag ezt a csodás terméket, ezt a Szó Pluszt, tehát az AXA-nak ez az első terméke. És hát itt 6 összetevő van, ezen kívül van még 4 másik is, azt is meg fogom mutatni. Én most egy picit megfordítom a dolgokat, és a két alsóval fogom kezdeni, hogy mik is ezek, mert számomra is, bevallom, eddig ismeretlen volt, vagyis nagyjából ismeretlen volt az a két összetevő, amelyre azt mondtam, hogy ha mást nem tartalmazna ez a termék, csak ezt a két dolgot, én akkor is fogyasztanám életem végéig, és még akkor is fogyasztanám, ha egy fillért nem keresnék vele. Tehát ennyire, úgymond, szíven ütött engem ez a két összetevő, aztán meg a többi is, mert hogy az utóbbi időben, ugye, mivel mi mindig szedünk valamilyen étrend kiegészítőt. Nem tudom, hogy annak hogy vannak ezzel. Télen-nyáron szedünk valamit. Tehát az egészség megőrzés szempontjából mindig szedünk. És sajnos az utóbbi 3 évben, mióta megszűnt az előző cégünk, egy 2-3 helyről, 2-3 cégből, forrásból kellett beszereznünk azokat a tápanyagokat, hogy úgy érezzük, hogy biztonságban vagyunk, hogy megkapjuk az antioxidánsokat, megkapjuk a vitaminokat, az ásványi anyagokat, a nyomelemeket, akkor a rostokat, akkor az eszenciális zsírokat, ugye omega 369. Tehát eddig nekem nem sikerült olyan céget vagy olyan terméket találni, amelyek ezek mind egybe lettek volna. Egy előző cég, amelyikben szintén, mint fogyasztó benne voltam, meg még vagyok is, ott 3 termékből értem el azt, hogy ezek mind meglegyenek. Na, az AXA úgymond felülírta ezt, mert az AXA-ba igazából mind megvan. És akkor nézzük meg azt a két terméket, vagy azt a két összetevőt, bocsánat, nem terméket, hanem azt a két összetevőt, amelyre én azt mondom, hogy ha csak ez,
lenne a termékben, akkor is fogyasztanám. Ez a D-riboz, nem tudom, hogy kinek ismerős. Itt elég kevés információt írtunk ide, de viszont rá lehet keresni a Google-be, és rengeteg-rengeteg leírás van róla. Ez igazából egy 5 szénatomos cukormolekula, egy természeti szénhidrát, amely minden sejtben, minden élőlényeknek a sejtjében, emberekben, állatokban ugye megtalálható, és ez egy olyan cukormolekula, amely segít a zsír elégetésében. Egy kicsit nekem ez úgy furcsa volt, hogy egy cukor hogy segít abban, hogy elégessük a zsírt, vagy égessük jobban a zsírt. Hát igazából abban segít, hogy energiát termel. Azonnali energiát termel, tehát növeli az ATP mennyiséget. Ugye ez az ATP, ez a sejteknek az üzemanyaga, ez az energia. Ha ebből kevés van, akkor hát nem dicsekedhetünk azzal, hogy sok az energiánk. És én ez volt az első tapasztalatom, hogy növeli az energiát, végül is egy cukor, mégis egy szénhidrát, és a zsírégetésben is segít. Ugyanakkor még itt ugye látható, hogy növeli a fizikai állóképességet, segíti a szívizomsejtek optimális energiállátását, részt vesz a DNS felépítésében, hát ez is egy fontos tényező. És hát itt már az egyik tapasztalatomat, vagy akár kettőt is elmondhatok, mert ahogy elkezdtem szedni, az első hónap alatt azt vettem észre, hogy csak úgy 3 kiló lement rólam. És olyan helyről ment le, ahonnan eddig mindig szenvedtem, hogy onnan le tudjam dolgozni. Ugye nálam az egészség megőrzéshez az is hozzátartozik, hogy fizikai mozgás, tehát sportolok, eljárok turázni, fitness teremben, ritkán úszni, de és a táplálkozásra is azért még egy picit odafigyelek, de ezt a 3 kilót nem tudtam akármilyen erős edzéssel, mondjuk diétázni nem nagyon szeretek, azt bevallom, de nem tudtam úgy ledolgozni és onnan, hogy így a hasrész, meg az úszógumi, ugye, ahova legtöbbünknek lerakódik a nem kívánatos kiló, hát innen ment le, és úgy, hogy nem edzettem többet, nem táplálkoztam másként, sőt, bevallom, kevesebbet edzettem, mert utaztam egy többet így az utóbbi időben. Szóval az edzés körülbelül a fele vagy negyede volt, mint korábban. A táplálkozás is az se volt ilyen diéta jellegű, és mégis lementek ezek a kilók. Már ezért megérte. De ugyanakkor az energia állóképesség. Szoktam tesztelni magamat, felszaladok kőhegyre 4 kilométer, és hát tényleg ott éreztem a kondíciómon, hogy jobban megy, könnyebben megy, nem kell kapkodjam a levegőt, tehát tényleg egy nagyon-nagyon jó érzés, alvásminőség, nem is tudom mennyit sorak, szóval én úgy voltam vele, hogy már nem, hát, hogy nem is fogok találni magamnak olyan terméket, ami már ugye nekem is tud valami pluszt adni, mert hála Istennek, mint mondtam, 20 éve azért odafigyelek az egészségmegőrzésre, és így betegségem sincsen, de mégis adott egy csomó pluszt. Ez az egyik. A másik pedig, szintén egy nagyon speciális termék, erről már, vagyis nem termék, bocsánat, összetevő, erről már úgy hallogattam, ez a trans resveratrol, ez igazából a növényekben előforduló ilyen polifenolok közé tartozó vegyület, és hát a legismertebb növény, amiben előfordul, ez a szőlő, és például a vörös szőlőben, és hát ugye ezért is mondják, hogy a vörös bornak, természetesen ugye mértékkel fogyasztva, azért van jó hatása, pozitív hatása, és úgy képzeljétek el, amikor megtudtam, hogy ebben a termékben annyi trans resveratról van egy adagban, mint hogyha 50 pohár bort inna meg az ember. Na hát gondoltam, mégis egyszerűbb választás egy kis zacskó termék, mint 50 pohár bor naponta, mert akkor nem hiszem, hogy sok mindent tudna tenni az ember. De ezen kívül ugye ennek is rengeteg jó hatása van ennek az anyagnak. A növényekben előfordul, a növényeknek az immunvédelmüket segíti, tehát védi a növényeket a fertőzésektől, de ugyanakkor az embereknél is egy védelmet ad, ugye, ugyanakkor gyulladás csökkentő, vércukor szabályzó hatása, és pont ma még itt kutakodtam az interneten, hogy, és olvastam egy helyen,
hogy fokozza a daganat sejtek programozott sejt halálát. Tehát azt azért tudnunk kell, hogy bármennyire egészségesek vagyunk, most is, meg minden percben több ezer, hát úgymond rákos sejt azért van bennünk folyamatosan mindenkibe. És ez rendben is van, hogyha az immunrendszerünk ezt kontroll alatt tudja tartani, tehát ezeket ugye elpusztítja az immunrendszer, akkor van a baj, amikor ugye ezek a sejtek úgymond erőre kapnak, ezek ugye sérült sejtek, elkezdenek búrjánzani, kontrollálatlanul növekedni, tehát ebből alakul ki a daganat, ugye a rák, tehát érdemes egy olyan anyagot bevinni, ami tulajdonképpen ugye ezt is meg tudja, vagy ebben is tud segíteni. Még van itt egy pár, hogy védi a szív- és keringési rendszert, egészségesebb élettartam meghosszabbítója, hisz gondolom, hogy mindenki szeretne azért hosszú, egészséges életet élni. A többi összetevőket itt felsoroltam, ezen kívül ugye van benne a négy alapösszetevő, a fekete köménymag, és a magnak az olaja, meg a lisztje is, akkor fekete málna mag, meg olaj, akkor vörös szőlő mag, vörös áfonya mag, repce magolaj, napraforgó magolaj, lenmagolaj és szójabab magolaj. Tehát az első négyből több, az utolsó négyből kevesebb van. Nem is akarom itt túl hosszúra elnyújtani a dolgokat, gyorsan egyenként végigmegyünk ezeken az összetevőken, és itt mindegyikről azért csomó minden plusz jó dolgot lehet olvasni. Most nem fogom itt ezt mind felolvasni, aki még nem ismeri így az AXA termékét, kérje el azt az anyagot attól, aki meghívta ide, és akkor elküldi neki. Tehát itt csak kiemelve pár dolgot, hogy ugye például a fekete kömény, az már a középkorban is ilyen gyógynövénynek számított. Most az utóbbi időben inkább csak így fűszernövényként használják, mert elég drága is, viszont nagyon-nagyon sok jó hatása van, úgyhogy én örülök neki, hogy ez megint ugye visszakerült, sőt, bekerült ebbe a termékbe. Itt lehet látni, mennyiféle ugye jó hatást, gyulladáscsökkentéstől, allergia ellen, immunerősítés, vírus-baktérium elő, ez is ad energiát, tehát bőr problémákra is, úgyhogy ez tényleg, még omega-3-6 ugye fontos zsírsavakat tartalmaz, meg B-vitaminokat, E-vitamint, antioxidánsokat, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos összetevője. Ugyanakkor a fekete málna mag, meg a magolaj, ez nem összetévesztendő a szederrel, ez Észak-Amerikába terem, ezt az indiánok használták, ők is már évszázadok óta egy gyógynövényként, úgyhogy nálunk is, jó? Írja Tamás. Na, szóval akkor ennek is lehet látni, olvasni, hogy ugye mennyiféle jó hatása van. Ez is gazdag flavonoidokban, és magas az antioxidáns tartalma, majd a végén a termék összességének meg fogom mutatni az antioxidáns értékét, az is elképesztően jó. C-vitamin, baktérium elő, gyulladásgátló, vashiány, meg ez is egy érdekes dolog, hogy, vagyis fontos dolog, hogy a vashiány képes orvosolni, hisz azt tudnotok kell, vagy most már bocsánat, ha itt tegeződök is közben, hogy a vasnak a szedése az egy kétélű fegyver, hogyha az ember mondjuk rossz forrásból kezd vasat enni, hisz a vas az ugye oxidális, tehát az ártani is tud, de ugyanez a helyzet a kálciummal is, ezeknél ugye nagyon-nagyon fontos, hogy milyen forrásból származnak, és hogy ez a szervezet hogy képes ezeket hasznosítani, ugye vasat is, kálciumot is, mert különben ezek visszaütnek, tehát kálciumnál is ugye akár meszesedés lesz, ahelyett, hogy a csontokat meg az izomlatot erősítse. Tehát fontos tényleg olyan forrásból, meg olyan összetételben, ami felszívódik a szervezetben. Akkor a következő... Vörös szőlőmagolaj van itt a prezentációban. A szőlőmagolaj azon kívül ugye szintén egy csomó jó hatást biztosít. Itt például az érrendszer kétszer is van, hogy háromszor is, hogy védi a vérereket, hajszálereket, akkor a meszesedéstől, akkor szívbarát, trombózis kockázatát ugye csökkenti, prostata megelőzésre, tehát
Egy csomó olyan dolog, aminek hát sajnos sokan ki vagyunk téve, vagy ki van téve az emberiség, tehát olyan népbetegségek ellen lehet ezt bevetni, hogy ugye a megelőzés, meg az elkerülés szempontjából tudjuk megőrizni az egészségünket. És akkor végül, de nem utolsó sorban, a negyedik fontos összetevő, az pedig az áfonya. Ugye az áfonya az már ismertebb dolog, használják is, használjuk is. Én is Erdélybe nőttem fel, ott nagyon sok a fekete is, meg a vörös áfonya is. Itt a vörös áfonya magnak az olaját használják, és hát ez is nagyon gazdag vitaminokba, itt is az omega 3, 6, kalcium, megint csak, tehát magnézium. Tehát egy csomó-csomó jó hatása van, és ugye fontos összetevőket tartalmaz ez is. És hát ismert ugye, hogy például Erdélybe az már rég, még az én nagyszüleim is az áfonyából gyógyszert csináltak, tehát eltették, szárították, vagy alkoholba tartósították, és télen ugye különböző problémákra, gyomorrontás, vagy influenza, vagy bármi, akkor ugye volt. És hát sok, most már ugye így a piacon sokféle formában megtalálható az áfonya, dzsúzok formájában, de így a magját, az, úgy még nem találkoztam olyan termékkel, amely a magját használná az áfonyának, úgyhogy ebben a magvakban nagyon negyedi itt az axa. Ezen kívül kisebb százalékban ugye tartalmaz még négy másik olajat, a recemagolaj, ezek is ugyancsak, hát most nem akarom itt ismételni, de hasonló jó hatások, ugyanaz omega 3, ha zsírsavak, itt is ugye immunerősítés, idegrendszerre való jó hatás, koleszterin szint csökkentés, akkor a napraforgó magolaj. Ez ugye azért kicsit más napraforgó magolaj, ami ebben van, mint amit mondjuk a boltokba kapunk, úgyhogy azt azért nem szeretném hasonlítgatni. És akkor végül még a lenmagola is benne van, az meg omega 3, 6, 9, tehát mind a három fontos zsírsavat tartalmazza. Ez is még ugye az anyagcserét is gyorsítja, regenerálódás segíti. Na szóval így összességében azért gondolom, és még van egy a szójabab magolaj, tehát összességében azért annyiféle jó hatás van, hogy ahogy mondtam is az elején, ha csak két vagy három összetevője lenne ennek a terméknek, akkor is érdemes fogyasztani, és érdemes ugye használni meg az egészség megőrzés szempontjából, úgymond bevetni. És ami megint csak nem véletlen, ugye az összeállítás, tehát ezek az anyagok, ezek szinergikusak, ami azt jelenti, hogy az egyik támogatja a másikat, tehát nem hiába, hogy a négy professzor ugye szabadalmazták ezt az előállítási módot, de ez nem egyszerű hideg sajtolás, hanem azon kívül ugye, hogy miből mennyit, meg hogyan állították össze, tehát az sok éves kutató munka volt, és hát ennek az eredménye lett az, hogy ugye jelenleg most itt ugye főleg így a hálózati marketingekben kapható hasonló termékek fölé emelkedett az antioxidáns szempontjából, és ez a napi adag antioxidánsáról van itt szó, és itt a napi adag ugye egy ilyen kis zacskóban van. Tehát lehet látni, hogy ugye ilyen 355-től 4995-ig van a legtöbb termék, amik szintén nagyon jók, én ezekből ismerek is, meg fogyasztottam is néhányat, és nagyon-nagyon jók azok is, de hát azért nem csak egy lóhosszal, hanem egy utcahosszal veri az axa az összes többit, úgyhogy ez is egy pozitívum, tehát igazából négyszer akkora hatás, meg négyszer annyi antioxidánsot tudunk bevinni. És hát ugye itt a garancia minőségre, ezek a sok minősítések, most nem akarom felsorolni mindegyiket, de ezek mind olyan nemzetközi minősítések, amelyek azért jó és fontos, hogyha ha valamilyen termék rendelkezik ezzel. Na, ennyit a termékről, és akkor, mint az elején említettem, egy pár szót szeretnék mondani, főleg az egyik tulajdonosról, itt a baloldali Danny Heng, hogy ejtjük ki, mert Danny az a lényeg. Szóval ő az az úriember, akivel én volt szerencsém találkozni körülbelül egy hónappal ezelőtt,
és kiderült, hogy ő is 26 évig abban a cégben tevékenykedett, amelyben én 10 évig. Úgyhogy ez egy jó kapcsolódási pont, és hát így volt is, amiről kicsit beszélni. Úgyhogy ha valaki 26 évet tevékenykedik egy cégbe, és felépít több mint 100 ezer fős csapatot, és több mint 1 millió emberhez juttatja el annak a cégnek a termékeit, akkor én úgy gondolom, hogy van egy kis tapasztalata. A másik úriemberről, hát akkor lehet inkább átadom Tibornak, hogy azt majd ő mutatja, ő mutassa be, vele nem volt szerencsém találkozni. Annyit tudok csak pár szóban róla, hogy Ázsia egyik legismertebb és legbefolyásosabb, meg nagyon gazdag vállalkozó, több mint 15 céggel az olajiparban van jelen, és hát ők ketten, ugye az egyik a tőke, másik a tudás, ez egy jó kombináció, tehát nem elég a tőke, kell a tudás is, a marketing tudás ahhoz, hogy egy cég hosszú távon sikeres legyen, és hát ez a két úriember ki is tűzte célul azt, hogy igenis sikerre viszik ezt a céget. Sőt, ezt már be is bizonyították Ázsiában, több mint másfél év alatt 10 országban nagyon-nagyon sikeresen működik már a cég, tehát nem egy teljesen most induló cégről van szó. A most, ugye, az csak Európára vonatkozik, hisz pár hónappal ezelőtt indult itt Európában, Magyarországon, és Magyarországról fog egész Európába elterjedni. Úgyhogy akkor én köszönöm a figyelmet, át is adnám a szót Tibornak, úgyhogy akkor ő majd folytatja innen azzal, hogy hogyan is lehet ezzel pénzt keresni, úgyhogy hallgassák figyelemmel. Tibor is, amióta már így közelebbről ismerem, látom azt, hogy nagyon nagy szakmai tudással rendelkezik, úgyhogy jegyzeteljetek, hogy akkor a tied a szó, Tibor, szia! Na jól van, köszönöm. Hát akkor folytatom onnan, ahol abba hagytam. Ugye itt tartottam, itt a két úriember, az elnök és a főigazgató vagy vezérigazgatója a cégnek. Már mind a ketten voltak itt Magyarországon, és fognak is jönni megint novemberben és decemberben is, és én a személyes találkozókor, meg itt, amikor volt szeptember végén egy prezentáció, nekem az a benyomásom jött le ott is a cégről, hogy tényleg van profizmus mögötte, van tőke, van víziójuk, és már van siker a cég mögött. Úgyhogy ezek is egy olyan dolgok, hogy én ugye, amikor meghozom a döntést, hát én már meghoztam az AXA mellett, de azért, aki még nem hozta meg, nézzen utána, érdeklődjen, tudjon meg minél többet, és tényleg olyan tényeket fog kapni, hogy én azt gondolom, hogy ebből nem szabad kimaradni. Mert nem mindenkinek, ugye, lehet, hogy nem mindenki fogja ezt üzletileg csinálni, lehet, hogy valaki csak az egészség szempontjából csatlakozik, de az is teljesen rendben van. Majd lehet, hogy kedvet kap, hogyha olyan jó tapasztalatai lesznek, akkor már nem fog tudni hallgatni, akkor már fogja mondani másoknak is. Hát igazából ez a hálózatépítés lényege, a hálózati marketing, hogy ugye tapasztald meg, bizonyosodj meg, győződj meg, és akkor szívből ajánl tovább. Tehát ne azért ajánl tovább, hogy most mennyi pénzt keressél vele, hanem azért ajánl tovább, mert te magad meggyőződtél róla, hogy jó ez a termék, jó ez a cég, jók a vezetők, jó a jövőkép, technikailag is minden rendben van, ugye? Szóval ez is nekem úgymond feltette az íra a pontot, és hát még, de bevallom, hogy még úgy igazából, ami a marketinget illeti, én még annyira nem is kezdtem el, hisz én annyira el vagyok a terméktől itt ájulva, ragadtatva, hogy azt ugye használjuk, és hát én inkább online, az online marketing felé fogok menni, hát annak ugye kell egy kis munka még, de hogyha valaki esetleg nem ismerné, ugye, hogy milyen iparágban tevékenykedik a cég, hát ez a hálózati marketing, vagy network marketing, vagy multilevel marketing, most nevezik kapcsolati marketingnek is, a lényeg, hogy ez folyamatosan növekvő iparág, és itt vannak néhány szám azért, hogy 2003-tól 2010-ig ugye majdnem megduplázódott, sőt, több mint megduplázódott a forgalom, vagy a fő, tehát 2010-ben több mint 91 vagy 91,5 millió
fő, tehát annyi tag tevékenykedett itt ugye ebbe az iparágba, hát az azért rengeteg, az majdnem 100 millió világviszonylatban. Úgyhogy én mondtam az elején is, én nagyon megszerettem ezt az iparágat, ezt is meg kell tanulni, tehát az ember ne essen tévedésbe, de viszont ugye ezt meg lehet tanulni. Főleg most, mivel van online eszközök, ugye most is interneten tartjuk itt a prezentációt, itt látom már Szlovákiából is vannak bent, meg még valami más országból is, Magyarországról, tehát használjuk az internet adta lehetőségeket is, hogy ugye azokat, akik szeretnének ebben tevékenykedni, azoknak is átadni a tudást. Hogyan lehet hozzájutni a termékekhez? Különböző csomagok vannak, például van egy ilyen 10 dobozos csomag, ami 220 ezer forint körülbelül. Most ugye novembertől majd a magyar áfa kulcson fog menni, lehet, hogy egy picit fog változni ez az ár, tehát ez, mondjuk, hogy ez egy irányár akkor, és hát ez a 10 doboz, ez ad 300 PV pont személyes aktivitást és 3 üzleti pozíciót. Ez ugye azért fontos, ez a 3 üzleti pozíció, hogyha valaki ugye nagyon sikeres lesz, mert ugye az egész üzleti rendszer az egy hibrid rendszer, van egy bináris része, most nem akarok a részletekbe menni, hogy mi az bináris, és mi az, hogy unilevel, tehát lényeg a bináris pozícióba lehet 3-at kapni, tehát egy helyett. A másik csomag, hogyha mondjuk valakinek nincs ennyi befektetni valója, vagy indulni valója, akkor van egy kisebb csomag, az egy 4 dobozos vásárlás, itt 90 ezer forint körülbelül, ez a 4 termék, itt 125 PV, tehát személyes aktivitás az mindig kell, ugye, hogyha valaki jutalékot, pénzt is akar keresni, és itt egy üzleti pozíciót kapunk. És van egy abszolút kis csomag, egy ilyen teszt csomag mondhatni, amely egy doboz termék, és az 50 pontot ad, ugye ez a minimum aktivitás, ez körülbelül 26 ezer forint az első rendeléskor, de utána ugye már lehet, vannak különböző kedvezmények, autósít, meg mi egymás, tehát onnantól kezdve már körülbelül 15%-kal olcsóbbak a termékek. Hát most említettem az áfát, most érdemes november 1-e előtt lépni, mert most a termékek jelenleg még a szingapúri dollár árak szerint vannak meghatározva, és ott az áfa csak 7%, itt ugye Magyarországon meg 27%, tehát sajnos itt még ugye a cég az természetesen itt nem akarja kikerülni az áfát, meg ilyen-olyan kiskapuk, tehát ugye teljesen hivatalosan fog működni Európában, meg minden engedéllyel, meg minden törvény betartva. Szóval november 1-től már magyar forint árak és forint áfa szerint lesznek az árak, tehát érdemes most november 1-e előtt lépni, aki még nem lépett, vagy aki már benne van a rendszerben, az érdemes most az aktivitását megújítani, vagy több termékből bevásárolni. Most van még egy olyan promóció is, hogy ha valaki 10 dobozzal rendel, akkor kap 2 ajándékba, a 4 doboznál pedig 1 dobozt kap ajándékba, úgyhogy így akkor még körülbelül 20%-kal még olcsóbbba kerül neki a termék. Most az előbb ugye említettem már, hogy bináris és hagyományos rendszerben működik. Hát itt nem akarok nagyon a részleteibe menni. A bináris van, aki szereti, van, aki nem. Én szeretem, mert én... Ó, bocsánat, csak most itt elindult, azt hiszem, a diavetítés. Itt előre lépett magától a kép. Oké. Szóval a bináris az úgy van, hogy mindenki személyesen, vagy mindenki alá csak közvetlenül 2 ember tud csatlakozni, és ugye a többi azok tovább lefele a struktúrában helyeződnek el. Ez abból a szempontból előnyös a bináris, hogy itt nem csak azok az emberek kerülhetnek ide, vagy kerülnek ide, akiket ugye mi személyesen hívtunk meg az üzletbe, vagy hozzánk regisztráltak be, hanem ugye a mi felső vonalaink is, mivel már senki se tud több mint 2 közvetlen magához csatlakoztatni, ezért kerülnek a struktúrába lefelé, tehát, és azokból is van jutalék, az a jó dolog a binárisba.
Persze kell egy egyensúly, ugye mivel két ág épül, ez neve is ezért bináris, kell egy bizonyos egyensúly, mert a bináris rendszerek általában a kisebb láb forgalma szerint fizetnek, hát az itt is így van. A hagyományos pedig az ugye úgy működik, hogy minden, itt akárhány ember ugye csatlakozik hozzánk személyesen, az mind a mi úgymond front vonalunk, itt lehet szélességet építeni, és akkor ugye akik hoznak be embereket, akkor ők szintén kerülnek azok alá személyesen. Tehát ez azért jó ez a kettő, mert egyik az, hogy mind a kettőből van bónusz, és hát lehet, hogy valakinek a bináris az erőssége, van akinek a hagyományos az erőssége, tehát akkor mindenki azt használja ki a legjobban, amelyiket tudja, de szerintem ez azért, hogyha valaki jól építi a struktúrát, és erről lesznek képzések, hogy hogyan induljunk el, hogyan építsük fel a struktúrát, hogyan érjünk el szinteket. Szóval ezt, ha valaki ugye megtanulja, jól csinálja, akkor ki lehet maxolni mind a kettőt, mind a két rendszerből itt a jutalékokat. Itt vannak ilyen példák is, hogy mondjuk, hogyha behozol egy embert, hogy akkor mennyit keresel. Vannak gyors startbónuszok, ugye első alkalommal, hogyha valaki csatlakozik hozzád, akkor 5, 10 vagy 30 dollár kap. Tehát most én nem akarok nagyon itt a számok mélysége vagy részleteibe belemenni, tehát hogyha valakit ugye tényleg érdekel, akkor ez az majd meg tudja beszélni ezt a meghívottjával. Ez viszont nagyon fontos, ez a dia, mert végül is ez a piacunk. Tehát, mint említettem, most ugye szeptemberben volt egy ilyen elő megnyitó rendezvény, és hát Magyarországról fog az egész Európa megnyílni. Tehát igazából a mi piacunk most itt, amit gyorsan ugye ki lehet használni, vagy lehet terjeszkedni, az 600, körülbelül 645 millió ember. Ennyien élnek Európába, és én az utóbbi időben, az utóbbi három év, két évben inkább online tevékenykedtem, és hát van egy pozitívuma annak, hogy magyarok ugye mindenhol vannak a világon, és amióta én online csináltam itt az előző üzleteket, általában úgy alakult a dolog, hogy a csapatomnak a fele, 50% az határokon kívülie magyarok voltak, tehát itt kezdve Ausztria, Németország, Anglia, Franciaország, ugye most is csomó kivándorlás van, mennek emberek ki dolgozni, viszont el lehet így érni, mondjuk online interneten, tényleg el lehet érni ezt a piacot. Ha még valaki utazik, szeret utazni, akkor az veheti sorra az országokat, itt ugye a szomszédos országok, Csehországba, Lengyelországba, Szlovákiába már elindult, Romániában is dolgozunk azon, mivel ugye mi erdélyek vagyunk, hogy ott is elinduljon, akkor Szerbia, tehát azért már a szomszédos országok már indulgatnak, hát tovább kell vinni, akinek van ismerőse, Németország, Franciaország, tehát tovább ki kell úgymond bővíteni a csapatot. Ez is egy érdekes statisztika, hogy ugye az időzítés ereje. Tehát most valóban itt vagyunk az alapozási fázisban, tehát itt az, még annak is nagyon az elején, és ez a statisztika azt mutatja, hogy az igazán sikeres hálózatépítők, a sikeresek 70%-a az alapozáskor csatlakozott az illető céghez, akik tényleg elértek komoly sikereket és sok pénzt kerestek. Ez nem azt jelenti, hogy később nem lehet valaki sikeres, de ugye amikor mondjuk a lendület fázisában, vagy már a stabilizáció fázisában csatlakoznak emberek, akkor már csak 20 és 10% az igazán sikereseknek az aránya. Tehát lehet ott is sikeres, csak most sokkal-sokkal nagyobb az esély. Tehát ez olyan az egész, úgy is lehetne, mint egy nagy torta, ugye? Ha most ez a torta, ez még ilyen picike. És ezt most ugye felszeletelik, mindenki kap egy szeletet, aki már itt van, elindult, és ahogy ez a torta fog nőni, ugye az ő saját szeletkéje is fog nőni a céggel együtt. Úgyhogy ezért az időzítés ereje, az tényleg vissza nem tér. Jó, hogy lesznek még, ugye,
tovább is még növekedések, még a stabilizáció után is, de viszont hát ez ilyen, ez a most, a mostban vagyunk, a mostban kell gondolkodni, meg ugye dönteni. Na, szóval összefoglalóként, hogy miért döntsön bárki is az AXA Globál mellett, én elmondtam, hogy én elsősorban a termék miatt döntettem, másodszorban az időzítés, van akinek az időzítés a fontosabb, nekem a termék volt a fontosabb, de gyorsan már megláttam azt is, hogy az időzítés az kiváló. A marketing terv, hát most ugye épp csak röviden mentünk át rajta, amúgy annyit még a marketing tervről, hogy 7 féle kifizetés van, úgyhogy 7 különböző bónusz lehet kapni. És végül, de nem utolsó sorban, egy kiváló csapat, és én a csapathoz hozzátenném a tulajdonosakat is, mert tényleg alig indult el a cég, és minden hónapban itt van valamelyik tulajdonos. Most voltak szeptemberben, októberben, jönnek novemberben, jönnek decemberben, akkor az ázsiai felsővonal, ugye az Ádám Tamás szponzora, Kevin, ő is nagyon aktív, és nagyon küldi az információkat nyakra főre, úgyhogy nagyon-nagyon jó csapat van, én azt látom, és tényleg ez a csapat, én úgy gondolom, hogy sikára van ítélve, úgyhogy ebből tényleg nem szabad kimaradni. Az is nagyon fontos, hogy a cég is ugye jelen van az interneten, tehát a Facebookon, YouTube-on itt meg lehet keresni AXA Global Hungária, az magyarországi csapat, meg az AXA Global Európa YouTube, és folytatni fogjuk a webináriumokat, képzéseket, és hajrá, építsük, csináljuk. Még egy fontos info, itt lehet is látni, hogy minden hétfőn 6 órától a Hotel City Inn-ben, ez a Futó utcában van, a Corvin negyed mögött, vagy a Corvin üzletház mögött, ott 6 órától van élőben tájékoztató, de is lehet vinni vendégeket. Kedden 8 órától a webinárium, ami ugye most a keddi helyett volt, kivételesen pénteken. Köszönöm, csütörtökön lesznek képzések, megnyílik elsőtől az AXA-nak a magyarországi irodája, eszembe jutott ez is, fontos információ, ez a Kálvin tér közelében, úgyhogy oda is lehet menni, az is már van magyar alkalmazott, úgyhogy minden a helyén van, most már hajrá! Na, nem tudom, valamit hagytam-e ki, úgyhogy köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok. Az anyatermészet csaknem 4,5 milliárd éve létezik ezen a bolygón. Az élőlényeknek szükségük van rá. Egy növény élete gazdag termőtalajba vetett parányi magként kezdődik. Majd az esőcsepek és a napfény biztosít számára táplálékot a növekedéshez. Ezt követően gyönyörű virágot hoz, hogy a folyamat végére kialakuljanak csodálatos termékei, az aprócska magvak. A titok a magban rejlik. Az emberek már ősidők óta hisznek a magvak mérőjövő erejében. Az AXA Globál meggyőződése szerint a magok jelentik az egészséges élet lényegét és alapját. Egy csöpnyi dolog, egyetlen picurka mag képes átalakulni valami bámulatos óriássá. Egy gyümölcsöt termő fává, kétség sem férhet hozzá, hogy tele van tápanyaggal. A szakemberek által folyamatosan végzett számos kutatás és fejlesztés igazolja, hogy a mag jelenti az összes tápanyag forrását. Hiszen erős antioxidánsokat, magas koncentrációban vitaminokat és ásványi anyagokat, valamint omega-3 és 6 eszenciális zsírsavakat tartalmaz. Ami erősíti az immunrendszert és segít a sejtmembrán helyreállításában. Az AXA termékeket egy amerikai szabvány, vagyis a szinergikus szuperhatékony antioxidáns hidegen sajtolt növényi olajkeverékek mögött álló tudományák segítségével állítják össze, az eljárással készülő két vagy több növényi olaj kombinációjával. Termékeink segítik a test immunrendszerének megerősítését és lassítják az öregedési folyamatot. Az orakértékek és az E-vitamin tartalom jelentősen magasabb, mint egyetlen növényi olaj alkalmazása esetén.
Az AXA termékek kiváló minőségűek. Összetevőiket a védett szabadalommal rendelkező hideg sajtolású gyártási technológia alkalmazásával dolgozzák fel, ami nem hagy maga után durva vegyi hulladékot és vegyszeres tartósítószerek nélkül is hosszabb eltartatósági időt tesz lehetővé. Optimális mértékben megmaradhat az íz, az aroma és a tápanyagértéke. Az AXA Global hiszi, hogy az egészséges életmód könnyen elérhető. Ezért termékeinket a legmodernebb technológiákkal, igazoltan GMO-mentes növényi magvakból származó legkiválóbb összetevőkből alkotjuk meg. Termékeinket az Amerikai Egyesült Államokban gyártják. Az AXA Global az egész világra kiterjedő üzleti platformot biztosít önnek, határok és akadályok nélkül. Jöjjön és fedezze fel a határtalan lehetőségeket az AXA Globállal. Világszintű alkalmat kínálunk önnek látóköre kiszínesítéséhez és befolyási köre bővítéséhez. A mag olyan erővel rendelkezik, hogy mi, az AXA Global őszintén hiszük, hogy ahogy egy aprócska mag képes csodálatos előnyökkel szolgálni az embereknek, úgy mi is azzal, hogy termékeink révén megosztjuk vásárlóinkkal a magvakban rejlő pompás és hasznos tulajdonságokat. Egyesítjük a magvakon alapuló táplálék ismét felfedezett ősi koncepcióját, és a korszerű technológiájú védett szabadalommal rendelkező hideg sajtolási eljárás, ami nem hagy maga után durva vegyi hulladékot és vegyszeres tartósítószerek nélkül is hosszabb eltarthatósági időt tesz lehetővé. Engedje, hogy termékeink kövezzék ki az utat, csatlakozzon hozzánk, és fedezze fel azt a példátlan lehetőséget, amely végül hozzásegíti önt ahhoz, hogy valóra váltsa elképzelt varázslatos életstílusát. We'll be right back.